Jó reggel Vietnám, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képpel jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd eurós kihívás videóval, ami elvileg most szerverem játszódik. Hol vannak a beállítás? A szerver beállítások, ugye, amit mondtam, képpel 15. rész, milliárd, ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne változtatni, mert így volt, ugye, milliárd két személyes, két slotos, a szerver, és igazából ennyi. Megmondom őszintén, az előbb, most nem 19 óra van, mint ahogy mondtam, hanem már 19 óra 30. Elkezdtem egy részt felvenni, bejött egy Dave nevű srác, és pár perc múlva utána kilépett, és úgy gondoltam, hogy akkor mindenképpen ezt a részt újra kezdem elvenni. Na, sajnálom, Dave, hogy nem vagy benne a videóban. Itt volt velem egyébként, lehúzott kettő csikot, meg elkezdtünk füvet vágni, vettem egy talicskát neki, és az sajnos az történt, hogy eltűnt, és nem is akar visszajönni. Nem tudom, hogy nálam volt-e a probléma, valami szerver oldali hiba volt, vagy ledécézett, vagy miért, de ne haragudj, érte Dave, akit Dezsőnek hívtam, de újra kellett vennem a videót, lehet, hogy nekem újra kellett indítanom a játékot, pont nem mentettem, és így újra itt vagyunk, az a lényeg, és itt van velünk egy srác, aki mi a neve, és Balázs, szevasz Balázs, Mizu, dolgozni jöttél? Az a lényeg, egyébként meg is jött Sajti Balázs, szevasz testvérem! Kéne krumplit, oda nézed, nagyon sukár csávó, hát öcsém, a napszemüveg, még minden. Kéne krumplit ütetni. Ott van a izé, Krisztál, ugorja bele azt a csapját neki, azt utána még kitalálok neked valami szép jó bunkát. Oké. Sajti Balázs. Nem arra, more, ottan arra fussál, úgy gyorsan, szedd a lábad, dologra paraszt! Ez az, ott van. Dologra paraszt! Csatlakozz a izéhez, farmhoz. Ugye az a baj, nincsen csatlakozva, csatlakozik el a farmhoz, gyerek. Balázs. Csatlakozz, vagy én is tudom élni? Inbeállni? Ja, de tudom, aha. Nem tudom, ja, oké, fasza. Oké. Megyek főni, csapjad neki, more! Nem lesz fizetés. Kitalálok addig valami más munkát is. Várjátok, elindítom az órát, azt sem tudom hány óra. Tudod, hogy kell kezelni a krumpli vetőt, vagy valamit csak nyomjad neki, more? Mi ez a gép, Fölni? Ez a gazdaság szeme fénye. Vigyázzál rá! Kuplunges lesz, kifizettetem. Na, figyelj, hozok nekik egy kis másik munkát is, mert méne. Az a szituáció, hogy azon gondolkozok, hogy mit kellene csinálnunk, gyerekek. Dave-vel vagy Dezsővel, ugye, aki az előbb itt volt ő vele, arra gondoltam, hogy össze kellene itt figyeljetek, azt hiszem, hogy van lapács, meg ilyen sorátos dolgok, aztán lehet, hogy azzal kellene foglalkozni. Mindjárt kitaláljuk. Nem írt a srác? Rendben, értek én hozzá főni. Jó van, gyerek, nyomjad neki. Remélem, nem vagy berúgva. Addig meg mindjárt hozok neked egy lapátot. Lapátot tudod-e kezelni, meg a fűnyírót. Júj, ebből már látom, hogy nem lesz jó vége. Figyelj, mondjuk, ezért tudnék fűnyírót is venni, nem nagyon akarok. Itt a 14K-nak a ideje, fűnyírója. Nézzük meg a kézi szerszámokat, az mindig jó tudnak lenni, nem? Egyébben van talicskánk, az jó. Nézzük mindjárt, várjál. És nem látom, hogy mit csinál. Fejsze, favágó fejsze, boré, ez nagyon jó dolog. Ez mi?
Ó, vissza tudunk állítani, van modolt. Modolt ilyen 4000-re, úgyhogy ezt nem kell megvenni, az jó dolog. Várjál, oda né, lapár villa minden. Fuhú, apám, itt van egy 100-ért tudunk lapátot. Mindjárt megnézzük, egy arról se vegye meg. Mindjárt megnézzük ezt a lapátot, gyerekek. Közben nyomja? Dolgozik a gyerek? Csapjad neki! Figyelek ám! Nem iszunk! Hát ezzel nem vagyok megelégedve ebből. Nyomjad neki, ebből nem élek meg. 1800 kevés van. Hoppá! Kevés, kevés van, kevés. Úgy van, keresztbe, hosszába. Jaj, Istenem, mit csinál? Mi? Kire biztam? Kire? Na, várjátok, akkor lapát van. Kőne egy taliska. Meg kellene nekünk mégis más. Azt mondja, hogy nem innen kaszálógépek, hanem akkor innen kellenek kaszálógépek, és akkor megnézzük, mi van. Van itt ilyen ide, van itt ilyen. Figyelj, én ezzel lenyírnám, mert igazából jó, ezt tudom, hogy nagyon olcsó. Figyelj, kaszával kellene, kaszával. Látok, behagytam a izémódot? Behagytam a szupererőmódot, az jó dolog. El kéne menni, azért a lapátért, meg lehet, hogy egy talicskát is. És most kivételesen fogom használni a szupererőmódot, hogy ne kelljen itt izélni. Tökörészni. Viszont ezzel a portkocsival kell mennem, mert a másik az, amit vettünk, abban nem lehet belerakni még fát se. Tehát az tényleg ilyen arra jó, hogy tudod. Úgyhogy itt egy kicsit hanyag módon fogok dolgozni, de bocsássatok meg érte. Bocsássatok, nem időlem a belőleg ott főni. Itt lesz, more! Itt lesz, more! Várjál! Azt akarom megnézni. Jelvileg én ezért nyomtam neki. Bal kontrolli, és nem nagyon akarja lebillenteni. Nem érnem. Ja, le van spanizva, vagy mi? Az nem tetszik neki, hogy van egy spani. Hát ez nem billenti le, more. Komolyan. Olyan nehéz, hogy nem tudja lebillenteni, vagy... Abba biztos, hogy le tudom ezt billenteni ide. Nem nagyon. Ó, de nem akartam lerakni, komolyan mondom. De miért nem billent ez a portkocsi? Hát most megvadít. Nem akartam lerakni. Sajnos. Úgyhogy szükségünk van. Erre meg erre. Nem billenti le, bazze. Le akartam billenteni. Komolyan, Ctrl-I. Még el is indítja a folyamatot elvileg, mert ugye írja, hogy dolgozik a csávó. Hol a gyerek? Azt a betyár, hát ez tényleg cifrázza, öcsém. Cifrázza, mint kutya a vaszást. Nem azt mondtam, hogy vaszás, hanem azt, hogy aszást. Úgyhogy nem lehet megporolni érte. Jó, hát figyeljetek, leszedem, hát nem vagyok én. Nem vagyok én a pálca. Kicsit sok volt a kávé megint. Nem tudom, hogy mi történt, tényleg úgy volt, hogy elindítottam a videót, bejött egy Dave nevű srác, és ilyen nagyon-nagyon gyorsan kilépett. Tényleg, bocs Dave, de újra kellett indítanom, mert nem is tudom, hogy nálam volt a hiba, utána vissza is tudott jönni, várogattam itt egy darabig, aztán igazából eléggé el is romlott a videó. Minek akartam leborítani, amikor ennyire pro vagyok? Hát ezt el nem hiszitek, gyerekek, nagyon profi a keeper. Rettenetesen profi. Ha ezt innen leveszem úgy, hogy nem döntöm össze itt a bagást, akkor nagyon pro leszek, de meg fogom csinálni, odané. Egy villa hegyével, odanéz, hallod? Komolyan mondom, hát egy izé vagyok, egy virtuóz. Az MTZ meg a olyan, mint a... Mondjatok egy jó hangszertípust, elfelejtettem. Milyen hengerük vannak, amik ilyen nagyon epik jók? Ezért azt le tudom rakni a zsákot.
Figyelj, tudod mit kéne csinálni? Tudom mit kéne csinálni, megrakatni Ganyi. Hozok két lapátot, megrakatjuk a csávóval. Ganyival a izét. A... Pótkocsit! Maure! Kivisszük innen. Ha, megtaláltam neki való bunkert. Figyelj, vigyelj, jövök vissza. Kirakjuk onnan a Ganyét. Na, nincs szem. Cikkörösszönet mikor lesz főni? Mindjárt jövök. Mindjárt jövök, elmegyek két lapátért. Igazából egy lapát is elég ennek a srácnak. Nem, minek a kettő lapát? Ne, igaz. Csak a krumplit bele ne keverje majd a izé szarba. Na. Valami hasznát lássuk. Egyébként le is kaszáltathatnám vele a területet. Na, én gondoltam, hogy kaszálni, meg összegyűjteni a szénát. És azt el le tudnánk adni. Az se lenne egy rossz megoldás, nem? Mit szólnátok hozzá? Két lapá, vagy hozunk egy izét, egy kaszát. Vagy egy fűnyírót. Lapáttal fölöbbadjuk a csávóval a izét, a fűjét. Gyöppöt. Nem lenne rossz. Mennyi van 1800? Egyébként egy fűnyíró az jó lenne, mert a föld szélében mindenhol össze tudnám időszakosan szedni a fűvet. Fűvet? És akkor azt is el tudnám adni, ugye. Várjál, haver, kék autó, nyugodjál meg, várjál, álljál. Mert ezt konfigurálnom kellene ezt a pautot, mert most ugye csak itt tudom. De mondjuk ott van a másik, a román pautkocsi, de egyébként jó lesz ez inkább, most ennek felhasználjuk. Mindjárt gyerekek, mindjárt. Konfigurálás. Oké. Konfigurálás. Oké. Megtörtént az esemény. Most az egyszer a Super Mario-t fogom használni, hogy nem. Mondjuk a lapátot szerintem elbírja. Hogy működik az a lapát? Isten! Kettő lapátot hozok gyerekek, feldobjuk a Ganyét. Feldobjuk a Ganyét. Evisszük onnan. Vagy pedig füvet nyirassunk vele? Igazából azt meg el tudnám adni, érted? Úgyhogy remélem, hogy dolgozik a gyerek, nem csak ezért lazsán, hanem megvadulok. Na, vigyelj le a lapát. Remélem tudja kezelni, lapátot tudja de kezelni, testvérem. Na. Mennyibe kerül? Kéne még egy lapát. Egyéb. Van vödör. Vödör nem kell, lapát elég, nem? Szerintem bőven elég. Lapát a Ganyét. Van Vella is egyébként, csak nem tudom, az jól működik. Ez biztos, hogy jól működik. És ilyen 100-ba kerül, szóval nem olyan veszélyes. Itt van az aru ezerért, ezt nem veszük meg ennyien, ez teljesen abszurd. Jó. Gondolkozok a kaszán. Egyébként a lapát az hány literes? Az vajon hány literes? Humbogylapát. Nem írja? 100 liter. Jó. Lehet, hogy viszünk egy kaszát. De az akkor ilyet tudnék leginkább. Van szállógépek. Vigyünk ilyet. Kaszafüvet vásárlás. Oké. Okay. Jó, hát most meg ráköltöm, de mert ez a kosza, ez elvileg járműnek számít, és ezt nem fogom tudni feldobni. Ezért most annyit csinálok gyerekek, hogy bekapcsolom a... Ugye van ilyen, szuper erőmód, igen. És ennyit csináltam, bocsász, hogy jöttek. Ugye ezzel fel tudom dobni ezt is. Nem kell, most ugye egy opció lenne, haza ballagok vele, tízzel, vagy nem tudom mennyivel, hogy azt nem akarom itt megkockáztatni. Jó van, gyerekek. Na, ha elütötte a krumplit, akkor jöhet a következő művelet. Mennyi van, gyerekek? Még van bőven. Ó, még van bőven. Tud dolgozni a gyerek, tud. Csak nehogy lelépjen, vagy nem tudom, beleviszi az árokba a traktort. Jó, be kell nézni, hogy megvan minden. Lapát, kasza, minden megvan. Szuper. Lenyírjuk a izét, lekaszáljuk a területet, és fedobjuk a boltkocsira a izét. A... füvet, és akkor el tudom adni. Az nekem tök jó. Az egy ilyen plusz pénz, meg még ráadásul jól is néz ki. Most kellene kihúzni a következő részben mondjuk a tiszta udvar rendes házat, azt akkor kapásban megkapnám érte a 20 000-et, ugye, mert le van kaszálva a fű, meg mi az, meg el is van takarítva, mert ugye például abban, hogyha kihúzod, akkor az a lényeg, hogy le kell kaszálni a füvet, meg el kell tisztítani a füvet a területről.
Jaj! Megakadtunk. Jó, hát figyelj, hasznos dolgot kell csinálni, nem ökörködni csak itt. Úgyhogy ez ilyen dolog. Mit csinál? Hol van a srác? Oké, nyomja neki a Balázs. Na figyelj, ide állunk. Hordkocsival. Oké. Oké. Jó vagyunk, gyerekek. Akkor ledobjuk a... kaszát. Meg ide támasztom neki a izét is. A lapátot. Ide támasztjuk valahol. Fal mellé, hallod? Ide tudom támasztani? Az ugye olyan full lenne, hogy... ott a lapát tesó, az fogja az megfele. Ide támasztom, érted? Ez a vicces. Nekem ez így bírom. Na. Jó. Tényleg más nem fogunk itt trükközni. Annyi, hogy a kaszát azt tudjon vinni. Azért kapcsoltam be a szupererőt. De hát egy valóságban is úgy lenne, hogy a kaszát azt tud vinni. Na, testvérem az úrba. Mindjárt megnézzük a srácot. Hú, micsoda rendetlenség lett itt. Jó, egyelőre hát ezek itt vannak, sajnos. Na, mit csinál a gyerek? Mit csinál a gyerek? Jó, haladsz? Jó halad, egyébként nem hülyeséget csinál, hosszába nyomja. Szevasz, tesó! Szevasz, komo! Meg vagy feszülve testvérem, mi van? Leszálltál? Hú, vagy, ja? Gyere, csináljunk mást! Azt úgyis utáltam volna egyedül csinálni egyébként. Gépet állítsd le! Mennyi van a krumpliba? Rendben, Főri. A gépet meg majd én állítom le. Na. Gyere, gyere. Ez a Balázs az nagyobb pürge gyerek, apám. Fut, mint az őrültek. Na figyelj. Ott a lapát! Ott a lapát a falnál! Potkocsira! Potkocsira a fűjjed! Fűjjed, jól jól álva, csajva, csávó! És meg izét, megállítottam ezt a kutlát. No. De mi történt? Először indítsd el a motort. Hát az előbb indít... el volt indítva, mi van? Na most megmurkol, ahogy ott ez a ideje, kaszabb, az el. Indítsd el a motort, hát... ja, jó. Nincs az MTZ-re kanál? Nincs. Ez meg megdöglött! Motor leállítása, motor beindítása. Jó, elvileg mennie kéne, de mégsem megy. Na most megy. Dolgozzál, hogy sisajt. Na jó van! Pazarjuk a benzint, mi? Nincs az MTZ-re kanál, kérdezte a Balázs. Nem, pazarjuk a izét, mi? Gázolajat, na majd rájössz, testvérem. Mikor van itt munkás is. Mi van, cigizel? Rágyújtott egy izére? Végül is ilyen árak mellett. Itt nincs olyan izé, ársapkás üzemanyag. Balázs testvér, jó van, dolgozik szépen. Egyébként jól kezeli a izét, a kézi készüléket, lapátot. Kellett volna talicskát vennem, gyerekek. Figyeljetek, ebből lesz pénz. Hallod, ez jó, mert ez
Ez jó, figyeld. Most ezt lekaszáljálom, mindjárt be fogok segíteni a barátom az úrba. Jó? Úgyhogy ne aggódjál. Ugye segélek. Csak lekaszálom itt ezt a gyepűt. Figyelj, itt meg ide, ott a másik, azért vettem kettő lapátot, ha nem vagyok én ide. Bunkó, gyere dolgozzál testvér. Jó van, ez nem. Egyébként ez tök kajak. Ezt mondjuk egyedül, még kanállal is, MTZ-vel kanállal is, nem két perc alatt szedné fel az ember szerintem. Figyeljetek, el kéne mennem erre is. Én lehetne ilyen belső részletben mondjuk akkor így autentikusabb. Bár mondjuk nem így kaszál az ember, de ugye ez csak úgy van meg sem. Főném, hogy maga nem látszik, csak a kasza megy ide-oda. Mert olyan gyors vagyok. Olyan gyors vagyok, végig megyek a soron, visszanézek, látom magamat. Soron, visszanézek. Olyan gyors vagyok, ja, ez már másik terület, jó? Végig megyek a soron, látom magam, azért nem látszok. Ne vicceljél. Na. Jó, hát figyeljetek. Ki kell használni ilyen melóst? Ez egy ilyen jó magyar hozzáállás. Ki kell használni a melóst? Na mi van? Hogy mi van? Hol tetted a lapátot, barátom az úrba? Ne vicceljél velem. Hol van a lapát? Most izére kell végül is. Amúgy két lapát van, hát hamar átértél. Jó, oké. Jövök, segítek? Nem magyarázzal, gyerek. Na várj, ezt be kéne állítani frankon, így. Így, jó, jövök, öcsém, jövök. Egyébként nem olyan kicsi az a lapát, 100 literes. Jövök. És jó lehet vele dolgozni, ezt tetszik ez a lapát projekt. Ez jó. Tudom, sokan írjátok biztos, a krumplit ültes, de hát ez sokkal inkább megéri. De ez fun gyerekek. Kár, hogy nem írja, hogy hány százalékon van, mert ezt nem írja. Figyelj, ebből pénzt keresünk gyerekek, ebből pénzt keresünk, ezt meg egyedül én Istennek nem csináltam volna, abban biztos vagyok. Gyerekek, azt tuti, hogy nem csináltam volna. Ezt meg azt hiszem, hogy már a szomszédén van, és nem fogom tudni összeszedni, aha. Ez baj. De milyen szép rend lesz, gyerekek. Figyelj, szerintem, hogyha már egyszer jött egy munkás, akkor már mindenképpen érdemes valamit csinálni vele, nem? Lehet, hogy meg kéne nyitni még egynek a szervet, hát ha bejön valaki, és akkor az meg elvethetné a krumplit, nem igaz? Ez sem lenne egy utolsó dolog. Vagy pedig kaszálni és két lapáttal ugye tudnának dolgozni. Várj, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy megnyitunk még egy server slotot. Szerverbeállítások 3, rendben. Jó. Gyerekek, ez nem is rossz. Mit csinál? Mit csinál? Balázs, gyerek, mit csinálsz? Neszen a széjjel szó. Hát hogyan? Hogyan? Na jó, lenyírom ott körpénk itt a füvet. Ah, Bence, elfogadás. Jó van. Jött a Bence is. Találtunk a két lapátnak embert. Bence! Hát ne szórakozzál ki. Vagy lehet, hogy a krumplit kéne ütetnie. Úgyhogy ezt még megkérdezünk Bencétől, hogy melyik rendesek leszünk, megkérdezünk Bencétől, hogy mit szeretne csinálni. De jó, egyébként ez jó, hogy megcsináljuk. Ennek örülök, hogy ezt így. Az a baj, hogy a... Jó, megjött a Bence! Örülök neki, hogy vannak dolgozók, jelöltek. Ja, tök jó. Ezt nagyon élvezem, ezt bírom nagyon, nagyon jó. És még van egy csomó idő, nagyon sok munkát tudnak csinálni. Szia, Bence! Dolgozni gyütté!
Remélem, nem csak lapot lopni. Lapot lopni. Gyere, fogj egy... Gyere, fogj egy lapátot! Szegény Bence. Jó, örülök neki egyébként, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen mindenkinek így is. Hogy talán visszanézed a videót, vagy visszanézitek. Köszi, hogy jöttetek segíteni. Na, Bence, ott a lapát. Csá, sukár csáó. Itt a lapát, te. Jó, tudom, hova lé. Hadszor próbálkoztam bejutni, hát figyeljetek, túl jelentkezés van. Buka nélküliség van. Pénzt nem sokat. Elhoztam a jelszat. Ott a lapát, testvérem, szórd a gyöpöt a kocsira. Nyomjad neki. Ugye odébb állunk. Odébb állunk. Odébb állunk az MTZ-re. Ott az elején is. Megyünk előbbre is, gyerekek, jó? Megyünk előbbre is. Mi van ma? Bence! Lapátot ne dobád! Drága volt! Kaszáltok? Persze. Hogyha tudod, hogy kell, mert bonyolult nagyon a szarad a kasza. Lapátolni kő. Valaki ütetheti a krumplit is, ha akarja. Mindent. Jó van, oké. Hallod? Ez úgy adobta, öcsém? Ez úgy adobta a lapátot, mint a szart? Mert a krumpli ütetésről volt szó. Valaki segítsen nekem is. Gyere, Bence, erre! Nem kell. Bence, az a pót jó. Gyere. Itt a gyere. Erre. Ja, mert ott is van fű biztos a pót környékén. Ja, értem. Na várjál. Itt ezt szerintem nem lehet fölvenni, mert a szomszéd telkén. Vagy nem tudom, látod? Ha itt szeri. Miért nem szeri? Na most szeri. Ja, ott odébb húzza. Jó, van, oké. Mindenhol nyírd le a füvet, Bence, ezerre! Ne viccelődjünk! Majd megpróbáljuk ezt még egyszer. Jobban bedöntve. Nem tudom, hogy... Ah, jó, összekapja. Néha érdekesen működik ez a lapát, de azért működik. És egyébként nem is olyan lassan lehet vele dolgozni. A vödör az sokkal szarabb volt szerint. Oda néz, milyen gyorsan. Oda jó. Jó, megyek oda akkor az MTZ-vel. De jó, el lesz verve a krumpli, vagy el lesz ültedve a krumpli. Gyerekek, nagyon jó vagytok, komolyan mondom. Ezt most lapátot, ezt ide dobom, mert nem merem bedobni a... Ó, mindjárt meg lesz, Balázs megcsinálja a földet. Én meg elmegyek Bencéhez, és akkor le... Ott már biztos lekaszált. Ezeket a nagyobb füveket nem lehet lekaszálni egyébként, vannak ilyen hibák. Hol van Bence? Mit csinál a Bence? Ja, ott van, baze, olyan furán látni. És hol a lapát? Hát van itt is egy lapát. Nagyon jól dolgoztok, gyerekek! Rakjam én is? Ráérsz! Mi? Ráérsz? Nincs még vége a napnak, írtam neki. Micsoda, még nincsen vége? A melónak, hát még nyomjuk neki, gyerekek, mind az állat. Egyébként 100 literes ez a kanál, vagy ez a lapát, úgyhogy elég sok fű is pér bele, úgyhogy ez egy nagyon jó cucc.
Nehogy erre dobjam rá. Hú, de nagyon örülök. Hát én még ennyire. Írtam neki, én még ennyire. Gyűlik a pénzem. Egyébként magasítóba is rakhattam volna most a pótot, mert ugye a magasítóba lehet fűjjet rakni. Olyan jó le lesz az éve. Kevesebbet kell dolgozni. Hát ezt én magam egyedül nem csináltam volna meg. Ezt visszanézitek úgyis aztán, akkor válaszolok így videóba, jó? Tudom, hogy most ez nem túl jó nektek, mert nem real time történik az egész, de... Azért... Aha. Egyébként az, hogy mindjárt meg lesz egy pótkocsi, fűj. Várjál, nem látom ezt a nyavaját. Úgy, na. Elég magas ez a pót, aztán jó. Egy ilyen kisebb traktor, TZ4K, ilyesmi lenne volna ide, jó? Jó, nagyon jó. Egyébként ez a lapátolás, ezt élem, nagyon frankó. Rendes... Köszöntöm a nézőket. Majd írjatok a izé alá, majd írjatok a videó alá, hogy kiket tiszteljetek bennetek. Meg Dave is írjon, tényleg, bocs Dave, nem tudom, hogy kideléptél-e ki, vagy valami szerver, vagy pedig net probléma volt, mert ugye elvesztettünk egy játékost az elején, én kezdtem felvenni ezt a részt, és gyakorlatilag elég hamar eltűnt a srác. Sajt, meg is végzett is. Beszarok, nem mondod. Kész a föld. Kész a krumpli... Várj, ide nem kell ám krumpli, bore? Ja nem, izzél szerintem krumpli... Megtölti, jó van. Franco... Ügyes farmingosokkal vagyok megállva, úgy látom. Nagyon jó. Hát figyeljetek egyelőre ugye, mivel... Azért annyira sok munka nincs. Még csak kettő szlotos, de hogyha... Kiúzzunk sorskártyát még később, akkor mindenképp több szlotosok lesznek ezek a részek. Nem tényleg raknánk, nem könnyebb lenne? Üzem, anyagot, nem pazarlunk. Üzemanyagot nem pazarlunk. Gázolaj pazarlás, na, Balázs már izé. Már ki van tanulva. Hát figyelj, ez ingyen van ez a pénz, amit itt összekapunk. Hoppa, egy kicsit kiöntöttem. Egyébként a legzajja nem nagyon akar kiürülni ebből a lapádból. Na figyelj, itt össze kéne kapni. Rohadt sok fér ebbe a lapádba. Én is ezt mondtam az első lapát után, igen. Egyébként. Egyébként jobb lenne tényleg, hogy a Discordon vagy valahol tudnék beszélni az emberekkel. Csak az a baj ugye, hogy... ki tudja, hogy ki az, aki be tud csatlakozni, mert ez ilyen randomra akarom, hogy tényleg bárki jöjjessen. Akkor Discordba, akkor az honnan tudom meg, hogy ki ő, meg hogy hím velem be esetleg, hogyha megmondaná. Ugye itt már a szerveren, hogy ki ő, és akkor úgy tudnám valahogy eléggé ezt össze kell hozni, mert különben jó lenne. Nem mondom, hogy nem. Néha nem nagyon akar ez működni bizonyos szituációkban, de nem értem a miért. És itt például... Aha. Ezt például miért nem kapja össze? Látod? Egy oldalról? Jó, van szép lesz a kecó gyerekek. A izé meg másikat is? Nem. Nem. Aztán nem. Sok lesz. Lapátori! Elől is le lett? Azt kérdezem tőle. Lapátolni segíthetsz, hogyha vége, elől is le lett? Kaszálva. Körbe mindenhol elég gyors volt a Bence. Franco. Balázs meg végez azzal, akkor szerintem... Azt mi nem is tudom, mit kellene csinálni. Lehet, hogy egy... Jó, de jó. Mondani, ez a lapát, ez egy jó cucc. Ez egy lapát így a kezdésnek marha jó cucc.
Jaj, tiszta udvarrendes ház, tök jól meg lesz, gyerekek. Jó. Jó, ugye az a kosz az járműnek minősül, aztán azért egy kicsit furcsa a fizikája, meg ilyesmi, de azért ki lehet bírni. Na, figyeld, ezt is azért valahogy össze lehet kapni a kosba. Gyerekek, egy pótkocsi ilyen füvet összeszedek, jó, hát nem ezen fogok meggazdagodni, de azért kicsit apró pénz. Ugye ingyen, talált pénz, úgymond, ugye? Na, hol a lapátod? Nincs meg a lapátja, fogadjuk a Bencét. Nem, ott még kaszál. Jó, mert én dobtam el a lapátot ott hátul, aztán Isten áldja, mi? Ja, így érdekesen lehet összeszedni. Oda néz, oda néz. Nagyon tetszik, ez a lapátolás, ez tetszik, ez tök jó meg van csinál. Figyelj, gon, két ember, ez multiba, egy ilyen kezdő kis szettel, még egy pótkocsi gonajt is felrak tök hamar. Na most ugye ezt még például így izé nem kell. De hogyha ott a gonaj mellett így rakosgatni kéne, csak ott baromi gyorsan lehetne haladni. Tök jó. Pec körbe kaszál mindent, hallod? Le, mindent le, izé. Balázsnak nyomja a krumplizást. Tényleg köszönöm mindenkinek, még egyszer, ez nem győzöm köszöngetni. Mennyi fű van ezen, hadd nézzem ma. Azt a betyár, hallod? Ez tényleg meg lesz egy kocsi. Még föl se fér lehet. De mondjuk magasítóval kellett volna. Ezt úgy kell egyébként, hogy a szomszéd földön állsz, akkor ugye nem szedi össze, hanem át kell jönni a te földedre, és onnan szeded, akkor azért, amik így elhullottak, azt is összeszedi. Hát ott. Nagyon jó. Tök jó. Kész, oké. Itt a lapát, odadom a lapátot. Itt a lapát. Ott a lapát, hozom a másikat. Mert én elcsesztem egyet, ide valahol ledobtam. Legalább tudom, hol van? Oda nézzél, oda. Haver. Nyomjuk neki a lapátolást. Figyeld. Jó, használják a szerszámokat is. Tök jó. Bár minden csaj így használná a szerszámokat. Így pörgetné, forgatná. Ja, így kell így oldalról, mert különben nem nagyon szereti. Ó, tök jó. Elég jó haladunk. Idébb kéne húzni az MTZ-t szerintem. Elmegyünk arra, Bence, azt mondod? Ja, akkor várjál, odébb megyünk. Elmegyek arra. Gyerekek, izé van 65% van, hallod? Ez hova fut az ember? Azzal a lapánta. Fut, mint az őrültek. Na várj, megfordulok. Aztán ide visszafordulunk, jó? Elmegyünk itt körbe föld körül. Jó, be a izé kerítés létszek közé, persze a villát. Nagyon élem, tök jó. Ez tetszik ez a dolog. Hát ezt egyedül nem csináltam meg, meg három rész alatt se, nem? Google, meg ilyeneket csinál. Hú, itt meg izé van már, skóc szokás az a izé, az a föld. Na, nem jó, izé érjük el. Ahogy mindjárt mutatom neki a srácnak. Mindjárt mutat, innen állj! Mi földöltök? Akkor összeszedi. Ez a, ugye úgy érzékeli, hogy nem a te földedre akarod összeszedni a dolgokat, aztán akkor ebben jól szereti összekapni. Úgy. Kitanultad, én is most jöttem rá. Úgyhogy nem vagyok egy nagy virtuóz, de csak most jöttünk rá. Gyerekek, egy portkocsiba meg lesz, hallod? Egy, ez egy durva, hogy egy a földszéléből egy ennyit levágtunk. Tök jó. Nagyon tesz, bejön. Baró.
Ja, kb. Olyan, ilyen stílus lehetett, amikor hát nem ilyen stílus volt, mert milyen rettenetesen nehéz munka volt, amikor, amit meséltem, hogy Foteromnak volt ilyen kettő darab rakódója, akinek az volt a feladata, hogy a pótkocsi ganajt megrakja, egy ilyen pótkocsit, azért megrakni ganéva, az nem volt egyszerű. Emlékszem egyébként, hogy egyszer így dicsekedtem vele, hogy én is megraknám, de voltam vagy 10 éves, aztán nem tudom, valaki rakott-e már ganajt, jó érett ganajt, amelyik ilyen jó nedves, nem az a száraz, amelyik ilyen olyan, mint a szalma, hanem ilyen jó kemény ganajt, hát az nagyon-nagyon nehéz tud lenni, ugye. Meg ráadásul össze van verve, belebököd a villát, nem jön szét, ez nem gyerekjáték. Kellett volna egy háti permetező. Jó, tényleg, lol. Drága az, drága! Egyébként, ja, van háti permetező. Még az is lehet. Még az is. Kaptok egy... Most tényleg, megvegyünk egy háti permetezőt a srácoknak, azt nyomják le ezért azt a fődet. Egyébként nem érem járunk odébb a... Nem 10 éve innen hordom azt a valamit. Jó, hát mondjuk itt már össze is szedtük. El is fogyott itt. Előre jársz? Elfogyott itt, előre jársz? Megkérdeztem tőle Bencétől. Ó, már fut az MTZ-hez, oda nézd a gyárek! Hát ezek nagyon fürge lábok, ezek a izék. Ezek a dolgozók. Na, már csak ez az egy rész van, és akkor megvagyunk, ugye, elvileg. Itt még összekaptuk. Ó, tiszta udvar, rendes ház. Tiszta udvar, rendes ház lesz. Na, ez a rend, kicsi rész van, és kész is, gyerekek, tök jó. És akkor üző. Jaha, jaja, jó van. Lámpákat kapcsol, mindent sem. Félreállok vele, gyere. Az kell nekünk. Ilyenkor le lehet már permetezni? Használ? Használ ilyenkor a permetezés? Egyből, gyerekek. Akkor egy háti permetezőt be lehet, hogy befektető. Szóval valaki lepermetezheti. Üt rágya, jó. Permet nem. De annyira sok pénzünk nincsen. Az is csak a folyékony. Hát arra gondoltam. Hát az mindenképpen olyanunk van, olyan tudunk használni. Hárdi permetező. Hát mondjuk azt meg nem kellene. Akkor... Nem tudom, még mindig ültetik krumplit? Nem, ez meg evesztette a lapátját, azt se tudja, merre van előre. Na várjatok, akkor annyit kellene csinálni. Hol a lapátot, ember? Na ott van, jó van, hát akkor használ is. Ez meg szerintem kávé meg is tele, te kéne vitetni valakivel. Addig én meg lehet, hogy körülnézek háti permetező ügyével. Mondjuk a permetező, hát igazából hülyeség lenne megvenni. Nem tudom, majd mindjárt meglátjuk. Ja, hát ez szerintem körbeértünk, ugye? Ja, a földre! Ide öntötte. Gyerek! Hát komolyan mondom, mit csináltál? De a kezeire letöröm! Elkoptatod a lapátot, fölöslegesen itt megy. Hoppá! Itt is vagy hoppá. Hoppá, nekem meg kirepült a kezedből már, nem bírom. Hoppá, nem azt fogtam meg. Ja. Jó van, gyerekek, szerintem ez kész van. Oké. Műtrágya. Balást megnézzük, műtrágyázzik. Ezt meg el kéne vinni, mindjárt megnézzük, mennyi van benne. 96%. Bence, elviszed?
Úter. Beledod ezt? Mert akkor megnézem én meg közben Balázst. Oké, akkor megnézzük Balázst. Biztos rábízom, rábízom. Ilyen feladatot rábízom, eladni az árut, gyerekek. Jó van. Mennyi van Balázs vissza? Kész? Kész Balázs? Meg van feszülve a Balázs. 87 euró azért. Azt írja, nem baj, jó az akármennyi is. Merre megy, nézzük közben meg. Kézben van főni, meg kéne őt rágyázni. Lenyomod? Uh-huh. Bence meg erre jön az MTZ-vel. mi a cél? Lehet, hogy erre valahol el tudja adni. Jó van. Nyomjad neki! Azaz! Duráj! Azaz! Tudja már, hogy mit akar. Ez elviszel kockába. Balázs, hol van ide? Hol van a mitrágyába? Mit csinál Balázs? Hova mész? Ott a műtrágya, a másik irányba kell elájárni, bore. Nem, én innen kell elájárni. Ja nem, ez nem a műtrágya, de hülye van. Itt van-e. Ez az. Ez az. Ide teszem neki. Rácsatolom. Pitty pitty! Na, adjál neki, menjünk! Kösz főni. Jó van. Csapjál rá seggére, úgy? Hajrá! Jó van gyerekek, akkor mi van? Most le lesz másodszor műtrágyázva. Permetezni kéne egyébként, a háti permetezőn gondolkoztam, mert az olyan kisebb helyeken az tök jó lenne. De most ez halál komolyan, meg hát most megnézzük mennyibe kerül. Megnézem, figyeljetek, ne haragudjatok, de ezerbe kerül. Jó, mennyi idő van gyerekek egyébként? Még van egy negyed óránk alapszín. Nem értem magad. Letakart. Jó, vásárlás. Ezerbe került. Már csak a idő kerüljér is. Folyékony. Az a baj, folyékony. Műtrágyát szerintem nem fogok kirakni a gépből, ugye? Jó. Figyeljetek, ez a permetező egyébként nekem tetszik. Úgyhogy ezt amúgy is meg kéne tartani. Meg hogyha esetleg mi volt ez? Betakarítás, gyerekek, meg fogtuk az Isten levetni. Mennyibe kerül a izé? Mennyibe kerül? Ajajajajajaj, várjál már. Raklapok. Jaj, Sanyi bazza, gyomírtó 2400, nagyon fájdalmasan sok. Nem tudom, azt hiszem nem tudom kirakni, hogy a gyomírtóval a... Mindjárt meglátjuk. Főni, az UFO-k elvitték az egyik műtrágyásokat, már megint. Zsebekkát átkutatom. Táskákat átnézem a munka végén. Srácok. Szígvéjjel megyünk a háti permetezővel. Onnan néz, beszarás. Ez tényleg egy háti permetező, hát nem hiszem el. Oda néj, apám, te őrös Istenem, a hülye, aki ezt kitalálta. Jó, és bedobom az árokba. Lol! Az igen. Jövőben, ez meg mi volt ez a mozdulat? Ilyen V8 hangja van ennek. Jaj, gyerekek! Elakadt! Jaj, elakad, ez nem lesz jó nekünk, el fog akadni. El fog akadni. Szerintem ez nem lesz jó. A bajok lesznek vele. El fog akadni, úgyhogy lehet, hogy hülyeséget csináltunk. Na hol van a srác? Bence? Mindjárt meg is érkezik. Ugye? Nem. De, megérkezik az MTZ-vel. Jó van, oké? Okay. Ó, meg is érkezett. Nagyon szuper. Oké. Okay. Adj Isten! Na! Szuper!
Ja. Oké, köszönöm. Olyan jó. Rendes gyerekek vagytok, gyerekek. Na várj, el is indítom a motort. Megpróbálom, hogy ki tudom-e venni a... Jaj, lemaradjék. Ki tudom-e venni a permetezőből. Rendet kell raknom ezek után a gyerekek után. Jó, tudom, hogy én csinálom a hülyeséget. Ezt ki tudnám megüríteni. Ezt szerintem egyébként ki tudom. Vigyázzál, láb alatt ne legyél. Nem lehet kiürít. Azt hittem, hogy ki lehet venni. Ne kéne meszezni. Csak az a baj, a meszezés azt a izével lehet csinálni. Ja, hát ezt nem lehet. Nem, a izétből ki tudod a vetőgépből, de ebben nem lehet. Kár. Jó, belepörgetek az időbe, azt lehet izérni. Pörgetek, azt lehet permetezni, gyerekek. MTZ. MTZ, ott a... Ha ezért meg eladom azt a vackot. Tudom, hogy megint buktunk egy kis lóvét, de hát... For fun a dolog. Megint buktunk? 200-at, gyerekek. Jó van, oké. Okay. Oké, okay, Bence, jó van, oké. Okay. Akkor pörgetünk egy kis időt, egy brutális időpörgetéssel. Veretjük. Ja, nincsen izé, nincs benne a 2000-szeres. Hát akkor nem brutális, hanem csak egy ilyen normállal. Ja, izét azt lerakhatod. Úgy, nagyon jól csinálod. Tudja, Rogát, ez a Bence, ez látom, ez nem ma kezdte a szakmát. Jó, ez a krumplifő, de remélem, hogy ez meg, már meggazdagodás lesz. Oda nézze! Fülyes! Úgy van, nyomadhatod is neki, nyomadhatod neki. Gyerünk, Bence! Mehet is! Ez az! Oh yeah, hey! Majdnem orba vágtál! Na! Csapjátok neki! Ne legyen nekem fülyes, nézzük meg! Megtrágyázott 100%, gyom 100%! Hát az nem, az utóbbi, az nem örülünk neki! Az utóbbinek nem örülünk, gyerekek. Hogy billeg a traktor, keresztbe megy a izékbe, barázdákba. Így billegett össze-vissza. Franco. Ó, ezek a gyerekek, ezek nagyon tudják, oda nézzél. Hát figyeljetek, ilyen... Te. Hallod, ez gyorsan időt. Ja, még a krumpli kincs. Hallod, itt csak izé volt. Ebben csak... Csak gyom volt. Mi a... What the fuck? Való, csak a gyombor. Úgy lekapta, mint a szart. Nagyon jó. Szuper. Jó, megy a melóval ezerre. Szerintem Bence is ezen meglepődött, hogy itt csak a gyomok voltak szinte. Kikapcsoltad a fékező araszolód, vagy mi? Lehet, hogy ki van egyébként. De az MTZ-nek a kereke hogy be van a földbe. Szép. Meg kell nézni. Ja, duplán kell nyomni a gázt meg a hátramenetet. Igen. Persze, mert ugye amikor egyszer nyomsz féket, azt nyomva tartod, akkor még mindig a féken állsz. Nem kezd el másik irányba menni. Jó van, gyerekek. Az a krisztál az nagyon szép, ahogy billeg. Jó van, gyerekek. Szerintem az tök jó. Hát itt a gyom még van, a gyomot lekürik. Oké. Oké, azt a kicsit összepakolunk, majd én a lapátokat majd összeszedem, mert minden, hogy egy helyen legyen. Viszont ez a lapát dolog, ez jó, ha végeztetek. Nagyon jó. Tetszik. Franko. Figyelj, behúzom a fejem! Jaj!
Azt a betyár. Beúztam a fejem. Efértem alatta, nincs semmi baj. Kis pervetszer meg nem árt a keepernek. Jó van. Oké. Ez az. Tökéletes. Ez a pótkocsi. Itt kellene egy kicsit rendet venni, most csaljak egy picit, mert ugye nekem van itt ilyen szupererő módon. Bár nem biztos, hogy mindent el fogok bírni. Picit összepakol a keeper vele. Hát ez előny nem szerzek, remélem, hogy ezért nem fog senki meg orrolni. Ezeket az apróbb gépeket így összepakoltam. Meg a lapátok, azok hol vannak? Azok valahogy telve vannak, nem? Ó, ugye mi van itt te? Keeper, az egyik gép szerintem eleve kupluggos. Egyébként az milyen durva, hogy kétszer kiúztuk a kristálnál azt, hogy lerohadt. Bármint így, abból a sorskártyával. Nem az, hogy egyszer, hanem kétszer. Összeszedem a lapátokat. Valahol volt vödrünk is egyébként. Azzal is lehet, hogy jól lett volna pakolni. Ezt így átforgatni nem egyszerűen, hogy full 3D-ben, mert nem arra forog, ahogy akarod. Jó, a lapátok itt vannak, tök jó. Oké, gyerekek. Ez a pótkocsi nagyon csúfos helyen van, meg ezt át kéne vinni. Ezt nem bírom el. Jaj, jaj, de elbírom. Ó. Oh. Jó. Most így az összepakolásod, ezt igénybe veszem, ha be volt kapcsolva, annyi gyerekek, jó? Oké. Ennyi maradt a izénkből? Magunkból? Meg mindenből? Hát ez nem sok. Ott van a portkocsi, két portkocsi. Akkor így egy sorba kéne raknom. Lehet, hogy áthúzom a másik oldalra én is. És igazából akkor a krumplit csak le kell aratnunk majd, mondhatni. Ide rakjuk a... Ide sorba gyerekek akkor. Ha már egyszer így... Ide elkezdtük. Szuper módot Balázs is bekapcsolta, ugye ilyenkor, amikor a módba berakom, akkor mindenki számára elérhető. Jó, gyerekek. Aztán igazából szerintem ez a rész lassan ennyi volt, mert gondolom el is értük már lassan az órát. Eszközök itt vannak, a gépek itt elő lesznek, aztán minden trankó gyerekek. Így mi mondjuk. Jó. Na, gyertek be egy kávéra. Gyere Bence, igyál egy kávé, te! Na! Gyere More! Bence! Itt van öregapám képe a fal. Nem hiszem. Itt van öregapám képe. Alsó úgy legsli lesz. Tegye fel 6. Na, új, kimegyek a grafikából, nem lehetne. Ide levél, leütek a gyerekek, figyelne. Ide. Figyelj kávét. Na, jó van, kösz a segítséget gyerekek. Olyan, még izé is van, ventilátor, bará, ne vicceljél. Te fogtad meg a seggemet? Valaki megfogta a seggemet, nem tudtam ki, az Bence itt mögöttem.
Miféle klíma van itt? Mi a kövében lóvő? Máma réges látszok. Na el is búcsúzok én meg közben a nézőktől. Szevasztok és köszönöm szépen a hogy itt voltatok, tök jó volt szerintem az a rész, és mindenképp mentünk egyet, és innen folytatjuk a következő részen, ami ugye páros lesz, és sorskártya húzásos lesz. Szevasztok!